Komáromban éltem, jobban mondva Rév Komáromban, ott születtem, és ott éltem a tinédzser korom nagy részét. Ezután pedig Bécsbe költöztem, és Bécsben éltem 5 évig az egyetem alatt, majd miután befejeztem a bachelor tanulmányaimat, átköltöztem Pozsonyba, a szlovák fővárosba, ott pedig 3 évig éltem. 3 év után pedig visszajöttem Bécsbe. Legtöbbet Európán belül utaztam, itt a környéket bejártam, sízni járok minden évben, és leginkább Ausztriába. Szlovákiában is síztem már, de inkább Ausztriát preferálom, hogyha lehet. Ezen felül sokat jártam Londonba, nővérem ott tanult az egyetem alatt, úgyhogy gyakorlatilag rendszerességgel jártam utána. Franciaországban is voltam már jó párszor, és itt Európán belül még a környező kis országokat nézegettem meg. Ezen kívül távolabban jártam Tunéziában, akkor még viszont nagyon kicsi voltam szülőkkel, ilyen kis nyaralásos dolog volt, úgyhogy onnan az emlékek inkább fotókon vannak meg, illetve videókon. Egy hasonló kirándulás volt és nyaralás a Kanári-szigeteken is, szülők, család, testvéremmel egybekötve. Ezen felül jártam még Amerikában, az Egyesült Államokban, Kaliforniában 5 hétig. Ez ilyen nyelvtanulás céljából, meg kis kikapcsolódás. És a legutóbbi utazásaim, amilyen hosszabb volt, az Japán, illetve New York. Elköltöztem már egyszer innen, nem is akartam visszajönni. Egyáltalán nem akartam visszajönni. De ugye ember tervez, Isten végez, és újból itt kötöttem ki. Japánról fogok mesélni, és az ottani élményeimről, arról a kultúrsokról, amit ott átéltem, és hogy számomra ez milyen tapasztalatokat hozott. Mauritiust tervezem idénre. Ez egy nászút lesz, úgyhogy még egy kicsit más stílus, de mindenképpen egy olyan utazást terveztünk, ahol nem csak kifekszik az ember és pihenget, hanem van is mit nézni, kicsit kulturális, kultúrával egybekötve, és természetesen pihenéssel is. Elsőként Oroszország, Moszkva és Szentpétervár. Valószínűleg ezt inkább nyáron lépném meg, nem szeretem a hideget, úgyhogy amikor kicsit kellemesebb idő van. Ezen kívül még az északi országokat nézném meg, Svédország, Finnország, és azt a környéket. Ha kicsit messzebb mehetnék, akkor Vietnám. Ausztrália már nekem túl messze van, úgyhogy oda minimum egy hónapra, vagy inkább kettőre. Az pedig azért az idő nem annyira engedi. Ezen kívül természetesen Dél-Amerikát sem hagynám ki. A Chile, Peru, Brazília, minden jöhetne. De oda megint, ha már egyszer oda megy az ember, egy hosszabb időszakra kellene. Én nem utazok egyedül, úgyhogy a társasággal vagy a párommal egyedül szinte soha, főleg nem egy ilyen hosszabb és nagyobb utazásokra. Az, hogy ki miért szeret utazni, azt szerintem nagyon személyes dolog. Ha valaki nem szeret, akkor én nem tudom neki megmondani, hogy ezek az okok és ezért kellene neked is szeretni. Mindenkinek ezt szerintem ki kell próbálnia, miért szeret utazni, hova szeret utazni, milyen fajta utazásokat szeret vagy preferál, és az alapján eldönteni, hogy ez neki való vagy nem neki való. Sziasztok, nagyon örültem, várlak titeket majd az előadásomon, és remélem, hogy meghozom nektek a kedvet, hogy elmenjetek Japánba. Én nagyon kíváncsian várom Mikának az előadását. Én már voltam Japánban, de ő biztos más dolgokat látott, más dolgok tetszettek neki. Ha érdekel az előadás, gyertek el, kövessetek minket a Világjárók Klubja Bécs Facebook oldalán, YouTube-on vagy Instagramon. Várunk mindenkit szeretettel az előadásokra. Sziasztok! Thank you.